Rendhagyó kultúrcseppekkel készültünk önöknek az év utolsó napjára. Emlékeznek még, milyen kulturális eseményeken vettünk részt együtt Budakalászon? Ha nem, segítünk felidézni. Minden korosztály megtalálta a neki tetsző programot egész évben. Kezdjük talán a visszatekintést egy mindenkinek nagyon kedves mesével, amit nagyon szeretett a közönség. Életre keltek a játékok a legutóbbi Ovis mesében, amit a telepi óvoda dolgozói adtak elő a gyerekeknek és a családoknak a faluházban. A nézők nem is sejtették, hogy a mese végén részesei lehetnek az első budakalászi Oscar-díj átadó ünnepségnek. Másfél évtizeddel ezelőtt meséltek először rendhagyó módon az óvodapedagógusok. Számos kedvelt és ismert mese elevenedett már meg a színpadon a gyerekek előtt. Legutóbb, múlt héten a Toy Story került a színpadra, amiben minden ismert játék életre kelt az előadáson. Nagyon izgalmas volt. Az elején nehezen helyezkedtem bele, de aztán úgy beindult, és igyekeztem minden részletére figyelni, hogy megtartsam, mert hogy most végül is az utolsó előadásunk ebből, szeretem volna minden játékot úgy jól játszani, és hogy ott lenni a helyszínen, jelen lenni. Ezek szerint akkor sikerül? Úgy érzem, hogy igen, igen. Budakalászon először volt Oscar-díj átadás, és ebben hogy érezted magad? Furán, mert kitaláltuk ezt, hogy akkor majd angolul beszélek, de néztem, hogy általában fontos nekem az állandó reakció, és így nehéz volt egy ilyen olyan közönséghez beszélni, aki nem feltétlenül érti, miről beszélek. De hogy igazából egy jó hangulatot igyekeztünk teremteni, meg hogy meghatódjon a mi kis vezetőnk, és hát azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve meglepődött, aztán kezdett hatódni, és akkor már jó volt. Meg arra figyeltünk, hogy ne legyen olyan unalmas a közönségnek, mert ugye ők most látták ezt, lehet, hogy fiatalok nem tudják a régieket, de igyekszünk bevezetni őket, egy kicsit játszani, akkor a hangunkkal mi bohóckodjunk, rajtunk nevessenek, ők meg majd ott sírnak a háttérben már, mint a vezetőnk Margit. Úgy láttam, hogy kedvesen és aranyosan meghatódott, és aztán kaptam egy nagy-nagy puszit is tőle, sőt, nem is egyet, többször kaptam tőle puszit, megdicsért, hogy milyen jó, meg így, nem is talált szavakat igazából, mint ahogy most én sem. Nagy meglepetéssel készültek a telepi óvoda dolgozói vezetőjüknek, aki a nevelési év végén nyugdíjba megy. A mesevilág egy pillanat alatt alakult át Oscar-díját adó ünnepséggé. Még sose voltam Oscar-díjas színésznő, és hát nem találok egyelőre szavakat, ez egy ritka pillanat, hogy nem találok szavakat, és egy nagyon kedves meglepetésben volt részem, amiről én nem tudtam, és kaptam egy Oscar-díjat. Így hát köszönöm. És hogy érezted magad az előadás közben? Az előadás alatt én mindig fergeteges jól érzem magam, bár úgy hallottam, hogy némi citromdíjat is kaptam, mert elaludtam az egyik előadás közben, de én nem emlékszem rá, mert biztos aludtam. Hát azért még vár ránk egy kis feladat, mert el kell pakolnunk, de utána a szabadság és világbéke. Teca néni volt a forgatókönyvíró, a rendező és több szereplő is a mesében, ami újra nagy sikert aratott. Az utolsó előadás mindig egy örömjáték nekünk, de azért ma egy kicsit izgatottak voltunk, mert az Oscar-díj átadás az egy meglepetés volt, és Margit nem tudott róla, és rettenetes nagy izgalom volt, mert egy külön csoportot csináltunk a magunknak, és ott leveleztünk, és az egyik nap lebuktunk, és észrevette ezt a titkos csoportot, és ezért nagyon izgatottak voltunk, hogy vajon mit tud, vagy mit sejt, vagy vár-e valamit mára, pedig már két heten nagyon izgatottan készültünk, szedtük össze a kellékeket, Gergő és Katus fantasztikus porondmesterek, de ők is izgatottak voltak, és azért ez a mesére is egy kicsit rátette a bélyegét, mert azért izgultunk, hogy a gyerekek hogy fogják kibírni, hiszen azért a mese is hosszú volt, a köszöntések is, és még plusz ez azért szerintünk egy 20 perc volt, és egyszer se tudtuk elpróbálni. Már most hiányzik a mese, amúgy nagyon jól sikerült a mese, úgy érzem, hogy mindenki nagyon sokat játszott benne, és nekünk már ilyenkor a végén Gergővel az a fontos, hogy játék legyen, és örömjáték legyen, mert akkor tudjuk átadni igazából. Már most hiányzik mindenkinek, mert nagyon szeretjük azt az egészet. Amit én megálmodok, és ami a színpadra kerül, az megvált. Tehát az két külön dolog, mert a kollégákkal együtt alakítjuk ki a mesét. Gergő is nagyon sokat tesz hozzá, és mindenki a saját szerepéhez, és rettentő jó ötleteik vannak a kollégáknak, úgyhogy ők nagyon sokat tesznek bele, úgyhogy a forgatókönyvet az előadás előtt mindig át kell írnom, hogy a fiúk ott a pult mögött tudják követni, mert az első forgatókönyv az egy egész más forgatókönyv.
És hogy érzed a végén a meglepetés, hogy sikerült? Én úgy láttam, hogy nagyon jól sikerült, és a gyerekek is nagyon-nagyon türelmesek voltak, és Anna néni produkciója szerintem meg fergeteges volt, és nagyon megható. Hogy lesz a folytatás? Biztosan, de hogy milyen mesét visznek színpadra jövőre az óvoda színészek, azt majd megtudhatjuk, ha itt lesz az ideje. Idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Rosmarink Szerb Néptánc Együttes, hogy milyen volt a gála, nézzük meg közösen. A szerb hagyományok éltetése, megélése a célja. 15 éve a Rosmarink Szerb Hagyományőrző Tánc Együttesnek. Budakalászon ünnepeltek a táncosok múlt szombaton, a jubileum alkalmából, amikor a színes műsor mellett megnyílt a Bocskor és Népviselet című kiállítás is. A csoport Csobánkáról indult 2004-ben, lelkes táncosokból alakulva. A kezdeti lépések koreográfiává alakultak, ami meghozta az első sikereket az együttesnek. 2010-ben a Magyarországi Néptánc Szövetség minősítéssel ismert el a Csobánka környékén élő szerbek hagyományait feldolgozó koreográfiájukat, és egymás után jöttek a fesztiválok, a fellépések, állandó szereplőjévé váltak a magyarországi nemzetiségi rendezvényeknek. Hosszú ideje Budakalász lett a székhelye a táncegyüttesnek, akik több korcsoportban ünnepeltek most is, a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban az évforduló alkalmából. Mi a szerb hagyományokat őrizzük, és Szerbiában ugyanúgy, mint Magyarországon, a különböző tájegységeken különféle népviseletek találhatók, különféle ruhákat hordtak a férfiak és a nők, és ezt hoztuk el ide, hogy a szerb népviselet nem egysíkú, hanem rengetegféle fajta változata van, sőt, a magyarországi szerbeknek, akik több mint 300 évvel ezelőtt vándoroltak ide be, és azóta is őrzik a hagyományaikat, nekik sajátos külön népviseletük van, és azt is elhoztuk ide bemutatni. Meddig tekinthető meg a kiállítás? Ez június 21-ig, amíg a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár nyitva van. Kiket várnak elsődlegesen a kiállításra? Hát mindenkit, akit érdekelnek a népviseletek, a néprajz, a Balkán, a folklór, a népzene és a népművészet, tehát hogy ez egy kultúrtörténeti ritkaság, úgy gondolom, és nem is igazán a népviseletek, hanem a bocskorok, amiket itt kint a tárolókban lehet látni, hiszen van egy tagunk, Furcsa Gábornak hívják, akinek ez lett a fő hobbija, hogy elkezdte gyűjteni ezeket a különféle bőrlábbeliket, és tényleg hosszú évek munkája alatt több mint 50-60 párat összegyűjtött, régit is, újat is, különféléket. És szerintem ez egyedülálló, mondhatom azt, hogy a világon, és ezt most itt egyben lehet megtekinteni, ez nagyon különleges, úgyhogy érdemes lesz ide ellátogatni és megnézni. Ez egy Negotin környéki népviselet, Negotin délen található Szerbiában. Igen, a népviselet az eredeti, ez valószínűleg egy módosabb fiatal lánynak a viseletele, tehát nagyon színes. Hát ez egy másolat, nem eredeti, kintről vásároltuk. Nagyon sok népviseletet magunk is készítünk, tehát vannak rajtam olyan darabok, amiket mi csináltunk, de ezt a gyönyörű szép kabátot, ezt vásároltuk kintről készítőtől. Igen, a smink, a színpad ide, a hajviselet az pedig a hagyományos, tehát a nők, az asszonyok azok konyhba hordták a hajukat, és erre még egy nagyon különleges fejfedő jön még rá, amit majd csak a színpadon fog föltenni, mert nagyon meleg. A cipő is elég különlegesre sikerült, erről is ha pár szót ejthetnénk. Igen, bocskor, tehát hogy ez a bocskornak opánkénak hívják szerbül, annak az egyik változata a fűzős, ez főleg a déli részeken jellemző, ezt is látni itt a tárolókban, és ennek is nagyon sok fajtája van. Ehhez, ezen a vidéken ezt a fűzős fajta bocskort hordták. És nem tudom, hogy itt látható. Bejöhet a kamerába. Ez egyik táncosom. És innen is látni, hogy milyen sokfajta, még egy tájegységen belül is a népviselet, ő egy asszony már, tehát sötétebb színeket visel, és be van kötve a feje, tehát férjezett, és egészen más jellegű a ruha rajta, nincs ez a kabát, ami rajtam, egy rakott szoknya van rajta, egy gyönyörű szépen gyöngyözött mellény, ez saját munka, a blues hímzése is, a mellény is, a rakott szoknyát azt kintről vásároltuk, de egyébként ezt mi készítettük. A színeknek van valamilyen jelentősége, vagy a kendőnek, hiszen a magyar népviseletben a színeknek, a kendőhordásnak is kifejezett jelentősége van. Hát igen, aki férjezett, annak bekötötték a fejét, az kint is. A kendőknek különböző megkötési módja van. Ezen a vidéken így kötötték meg az asszonyok a fejükön a kendőt, alá kontyot kötöttek. És hát a szín az, nem tudom, hogy van-e különösebb jelentősége, de ehhez a viselethez a sárga kendőt hordták az asszonyok.
15 éves az Egyesület, ez 15 év munkájának az eredménye. Nagyon sokat magunk vartunk, például itt látható egy Budakalász-Pomász környéki női népviselet, ezt eredeti fotók alapjára konstruáltuk, úgy készítettük el. Itt van, amit kintről vásároltunk, van, amit magunk gyöngyöztünk, és eredeti bánáti népviselet van itt a hátam mögött, férfi és női. A férfit a Bánát Hagyományőrző Egyesülettől kértük kölcsön deszkről, mert nekik van, az pedig azt hiszem, hogy már saját munka. Tehát, hogy ezt a lányok nem voltak deszken, tanulmányozták a deszki aranyhímzés technikáját, hogy hogy kell előkészíteni, és bizony-bizony ezt az egyik tagunk. Te éppen Jadri, igen, Jadránka készítette, úgyhogy az ő keze munkáját dicséri. Úgyhogy nem csak táncolunk, és nem csak zenélünk, hanem a hagyományokat, a viseletek, a hímzés terén is őrizzük. Mire nagyon büszke vagyok, hogyha lehetne felvételt készíteni, itt a hátunk mögött a tárolóban van két szoknya. Ezek eredeti szoknyák. Az én férjem, ő szerb származású, az ő nagymamája hagyatékából az anyóson bocsátotta csak most nekünk rendelkezésünkre. Azt a barnás színűt még a férjem déd nagymamája valószínűleg, tehát ez 1910-es években, hogy ő varta-e, vagy vette, vagy még kintről hozta magával, de ez egy eredeti pomázi szerb szoknya, a pirosat pedig a 40-es években nagymama varta magának az alapján, és hát ez olyan ritkaság, hogy anyósom nem szokta kiadni a kezéből, és még kiállítás szervezőknek se adta oda, úgyhogy én most nagyon büszke vagyok rá, hogy nekünk odaadta, és megengedi, hogy megnézzék az emberek. Sok emléket idéztek fel a táncosok. A szereplők közül többen alapítói voltak a táncegyüttesnek. Alapító tagja vagyok, 2004-ben alapítottuk a tánccsoportot. Mit jelent önnek ez a hagyomány, hogy a tánccsoportnak a részese, és mit elevenítenek fel a tánccal? Én magam is szerb születésű vagyok, úgyhogy a hagyományőrzés az életem része volt egész életemben. Emellett hobbim a tánc, és valamennyien akik vagyunk, akár szerb származásúak, akár nem, rendkívüli módon szeretjük a szerb táncokat. A szerb tánc és a magyar néptánc között van-e valamilyen hasonlóság, vagy mi az eltérés? Hogyan kell ezt elképzelni, aki esetleg még nem látott szerb néptáncot? Na most a Szerbia népi táncai azok rendkívül sokfélék. Az az érdekes, hogy a helybéli koreográfiánk is létezik, tehát az itteni szerbségnek a táncait is felelevenítjük az egyik koreográfiánknak, van, amelyiknek a ruhája ki is van itt állítva, és ebben megfigyelhető, hogy a itteni magyarországi szerbek táncai vannak elemek, amelyek a magyar népi táncra hasonlítanak. Tehát látszik a táncban is a szomszédos népek kultúrájának keveredése. Ahogy a csárdást tartják a legmagyarabb népi táncnak, hogy úgy mondjam, valóban van olyan tájegység, a sumadiai táncok, amit úgy leginkább ismert a szerbiai népek táncai között. De nem ez az egyetlen, és nagyon különbözőek vannak. Itt a gyönyörű ruhában láthatjuk, hogyha esetleg ezt elmondaná, hogy pontosan milyen öltözék az, amit visel, és ahogy a bemutatón láttam, hát gyakorlatilag olyan ruhákat találhatunk itt meg, amit akár mai nap is fel lehet venni, egy gyönyörű viselet. Ami rajtam van, az a negotin környéki táncoknak a viselete, az lesz az egyik számunk. És mit láthat még a nagy közönség, hiszen úgy tudom, hogy 15 éves a Rozmarin tánc együttes, jubilál, tehát úgy tudom, hogy nagyon sokrétű a mai fellépésre szánt anyag. Igen, gyerektáncsoportunk is van, ők is fel fognak lépni nincs környéki táncokkal, a felnőttek fognak három számmal is fellépni, ezek közül lesznek ugye a negotin környéki táncok, lesz koszovói területről származó tánc, illetve Valpovo környéki tánc. Minden évben szoktunk többször is fellépni szerbiai népi tánc találkozókon, különösen veterán népi táncos találkozókon, hiszen veterán csoport vagyunk mi. Most is decemberben felléptünk Zlatiborban a szerbiai veterán táncsoportok szemléjén. Hogyan lehet önökhöz csatlakozni? Csak a szerb származásúakat fogadják szeretettel, vagy aki érdeklődik most, esetleg látja, és azt mondja, hogy igen, én nyitott vagyok erre a kultúrára, az esetleg táncolhat önökkel? Dehogy is, állandó a toborzás, és semmiféle megködés nincsen. Itt a Kós Károly Művelődési Házban hétfőnként és péntekenként este héttől mindenkit szeretettel várunk.
nem tagjai a tánccsoportnak, de a hagyományokat szívesen veszik át a fiatalok az idősebb korosztálytól, elmondásuk szerint. Általában az rendezvényekre eljövök. Ugyan nem járok táncolni, de néha-néha azért én mégis benézek. A programokon itt vagyok, a kirándulásokon, úgyhogy itt szoktam részt venni. Én is szerb származású vagyok, az egész család is. A hagyományokat szoktuk tartani, én magam is ortodox vallású vagyok. A nyelvet én már sajnos alig-alig beszélem, de próbálkozom azért szinten tartani magamat. A hagyományokat tartjuk, templomba járunk, én is néptáncolok, amikor ilyen esemény van, úgyhogy a hagyományokat próbáljuk tartani. A népviseleteink vannak otthon, amikben édesanyám szokott táncolni, de vannak olyan alkalmak, amikor én is fölveszem. Például nemrég a táncház találkozóra én is elmentem, és akkor egy bunyaváci népviseletben én is megjelentem, úgyhogy végül is néha azért én is fölveszek egyet. Az, hogy van ez a közösség, az nekem mindenféleképpen nagy segítség. Hát gyakorlatilag ezzel a közösséggel nőttem föl, 15 éve van a tánccsoport, én pedig 20 éves vagyok, úgyhogy mellettük nőttem föl. Nagyon sokat segít, hogy nem csak az inkább hagyományosabb jellegű dolgok vannak jelen, hanem tényleg itt vannak a néphagyományok, a programok, tehát valami élvezetes is van, és nem csak a templomba járás. Ami egyébként tényleg nagyon jó, de az inkább egy rendszeresebb dolog, és tényleg nagyon jó, hogy itt jól érezhetem magam, és nem táncolok, de a közösség része vagyok én is. Budapesten születtem, és mindig magyar iskolákba jártam, magyar gyerekek közé, magyar emberek közé járok egyetemre, és azt, hogy én szerb vagyok, szerb névvel, ez már a legelső dolog, ami mindenkinek észre szokott, mindenki felszokta ismerni, és akkor mindig ilyen kis apróságokban így kiderül. Tehát amikor azt mesélem, hogy nekem 2 héttel később van a karácsony, akkor mindenki megütközik, amikor azt mondom, hogy ó, most megyek templomba, miért mész templomba? Mert egy ilyen szerb ünnepünk van, hogy mi otthon félig szerbül, félig magyarul beszélünk, néha a szavakon belül is kavarunk, úgyhogy ilyen kis apróságokban megjelenik. Nem csak szerbeknek szólt az ünnepség szombaton, minden érdeklődött várt a táncos közösség egy közös ünneplésre. A szomszédom az itt táncol a Néptánc Együttesben, és mivel én sem vagyok teljesen magyar, félig macedón származású vagyok, ezért egyértelmű volt a kötődés a dél-szláv zenéhez, és ő mondta nekem, hogy nincs a kedvem eljönni, és végül is így kerültem le az együttesbe. Már igen régen, tehát már 6-7 évvel ezelőtt, akkor még Csobánkám volt az együttes, én is eljártam a próbákra, fellépésekre nem annyira, és valójában itt maradtam mellettük, járok velük együtt programokra, szerveznek közös nyaralásokat, fellépésekre is elmehetnek azok, akik nem aktívan táncolnak, tehát nem fellépő táncosok. Ugyanúgy jön velem a férjem, a családom, hogyha van kedvük, és azért szeretjük, mert hogy ez egy olyan kis közösség, aki befogadó, nem számít, hogy ki hány éves, fiatal, idősebb, mindenki segíti egymást. Most is épp segítettem, amire megkértek a felszolgálásban, pezsgőbontás, egyebek, illetve minden alkalommal szoktunk süteményeket készíteni, tortákat, születésnapokat, azt elfelejtettem, hogy születésnapokat is megünnepeljük negyedévenként, akkor is van egy kis buli, ahová mindenki hoz tortát vagy süteményt, amit természetesen mindig nagyon-nagyon megdicsérnek, és szeretik a házi ételeket. Egyébként itt is van most is az öltözőkben. A kiállítás megnyitott követően jubileumi gálával folytatódott a program. Nagyon meg vagyok elégedve, nagyon szépen felkészültek a csoportok, rengeteget készültünk rá, rengeteget dolgoztunk, de azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy azt hoztuk a színpadon, amit szerettünk volna, nagyon jók voltak a gyerekek, tényleg egyre ügyesebbek, egyre többen vannak, és hát azért az öreg táncos semmén táncos, mi is igyekeztünk nagyon, és nagyon-nagyon örülünk tényleg, hogy bevonva a gyerekeket együtt táncolhatunk, és ilyen szép népes produkciót tudunk bemutatni, mint amit a legvégén táncoltunk. Igen, fantasztikus volt a finálé, de milyen táncokat láthattak az este a nézők? Voltak Belgrád környéki táncok, Nis környéki táncok, táncoltunk egy horvát táncot, voltak meghívott vendégek, itt voltak a lemmamik, hiszen Budakalászon most már nem csak egy virág van, hanem kettő, nem csak a lemvirág, hanem a rozmaring is, és szeretnénk velük tovább építeni az együttműködést és a jó kapcsolatot. Itt volt egy szlovén táncegyüttes, akik délszerbiai táncokat táncoltak, mi táncoltunk mi is Dél-Szerbiából, Negotin környékéről táncokat, és hát a legvégén a koszovói tánc, ami mindenkinek a szíve csücske, csodálatos a zenéje, szépek a népviseletei, úgyhogy ezt
ezt adtuk elő, ez volt a finálé. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy ilyen kiváló zenészek vannak körülöttünk, és szeretnek minket, és állandó kísérő zenekarunk van. Ezt nem sokan mondhatják el magukról, nagyon-nagyon sok pénzt kell egy zenekarnak fizetni ahhoz, hogy kísérjen, de ők sokszor szív szerelembe, persze, amikor tudunk, fizetünk nekik, de ők társadalmi munkába, és hát mindenkinek megvan a saját szakmája, tehát hobbiként zenélnek, de ilyen színvonalon, tehát nagyon szuper. Mindig sok, tehát mi sokkal jobban szeretünk élő zenére táncolni, mint gépzenére. Nagyon jó az együttműködésünk, és hát én továbbra is nagyon büszke vagyok. Eleinte én tanítottam a csapatnak a táncokat, és amikor aztán kifogytam a tudásomból, akkor jött az meg, hogy én is igényeltem, hogy újat tanuljunk, akkor körbenéztünk a piacon, és hát gyakorlatilag interjúztattunk, tehát olyan volt, mint egy munkaerő felvétel. Én tudtam, hogy milyen táncot szeretnék, és akkor hirdettünk, hogy szeretnénk egy koreográfust, aki ezt betanítja nekünk, és akkor többen jelentkeztek, azokkal elbeszélgettem, megnéztem a munkáikat, és így esett a választás Jovan Zsikicre, aki egy nagyon kedves belgrádi koreográfus többször, és hát az első táncot megtanította, és utána még négyet, mert folyamatosan az évek során, mert tényleg nagyon szeretünk vele együtt dolgozni, és hát csodálatos koreográfiákat tanít, úgyhogy azt hiszem, hogy ez még így tovább is folytatódik, és ez a profi táncos pár, a vajdasági szerelmes cigány táncol, ők is az ő együttesébe táncolnak innen a kapcsolat, így hívtuk meg őket, és hát ott igen, ott ilyen profik táncolnak, mi nyilván amatőrök vagyunk, de törekszünk mi is, hogy hozzánk, magunkhoz képest a lehető legjobb színvonalon táncoljunk. Kami magánének tanszaka mutatkozott be egy záró koncerttel a közelmúltban a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. Évadzáró koncertet adott a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszaka június elején. A fiatal előadók a musical és a könnyűzene világából választottak dalokat az estre, amikor megmutatták a közönségnek egész éves munkájuk eredményét. Már a főpróba alatt fergeteges hangulatot csináltak a lányok a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár báltermébe. Nekem mindig fantasztikus, mert nagyon koncentráltak a lányok, és nagyon nagy örömmel várják ezt a koncert, és a próba már fergetegesen sikerült, hogy én már nagyon megnyugodtam, pedig én nagyon szoktam izgulni. Ha már az izgalomnál tartunk, ki szokott jobban izgulni, te vagy a lányok? Hát ezzel lehetne versenyezni, de én nagyon izgulok, mert ugye én tehetetlen vagyok már, én itt állok a színpad szélén, és ők fölmennek, és azon én már nem tudok javítani, úgyhogy szerintem ők is, meg én is kellőképpen izgulunk. Azt gondolom, hogy már megtetted a magadét, egész évben is felkészültek a lányok. Mi alapján választottátok össze a mai dalcsokrot? Hát általában én is javaslok dalokat, meg a lányok is hoznak, és amikor ugye én szakmai kéréseim és az ő dal igénylésük találkozik, akkor azt a dalt, azt itt meg szoktuk mutatni.
Duettek és csoportos éneklés is lesz. Mennyire volt nehéz erre felkészülni, mennyire volt nehéz összeszokni a lányoknak, hiszen az elején még úgy önmagunkra figyelni is gondolom nehéz. Hát igen, ez azért nehéz, mert ugye mindenki más iskolába jár, és nagyon nehéz összeegyeztetni 13 lányt, hogy egyszerre tudjunk próbálni, úgyhogy lényegében ez az elmúlt napokban állt ez így össze, amit majd most láthatnak a nézők. És mi lesz ez, amit láthatnak a nézők, mondjuk el az esemény nevét is? Ez egy könnyű zene és musical koncert, ez a Kalász Művészeti Iskolának a magánénekeseinek ilyen záró csoportos koncertje, ami a lányoknak egy ajándék, ami lényegében nincsen benne a tantervben, ezt csak egy ilyen ajándékként, egy ilyen évzárásként szoktuk megrendezni. Öröméneklés lesz a mai, én azt gondolom. Mennyire szoktátok, vagy mennyire fogtok leülni majd utána és kielemezni, hogy kinél mi volt a jó, min lehet még esetleg csiszolni? Hát mivel erre most annyira nincs idő, mert van diplomázó, meg szakdolgozatvédő, meg szigorlatozó, úgyhogy el szoktam küldeni a felvételt nekik, és akkor ők ezt megnézik, és akkor utána valakinek van kérdés, akkor az mindig hozzám fordul. Van második osztályos, van végzős is, tehát hogy nagyon széles a paletta, van 13 éves is, de van 25 éves is köztük, tehát ez a korosztály, aki most itt meg fogja itt mutatni magát ezen a koncerten, Pomázról, Szentendréről, de a legtöbb lányka Budakalászról jött. Az biztos, hogy sok felől jöttek, és többféle korosztályt képviselnek. Egy közös van bennük. Mi ez? A zene iránti szeretet, és a színpadnak az imádata, és a önmaguk megmutatása, és persze annyira szeretik egymást egyébként, nagyon jó közösség is, hogy ez egy ilyen közösségformáló koncert az ő részükre is, a közönség pedig ebből csak a jó kedvet és a szórakozást veszi észre. Még egy utolsó dolog, amit szeretnék kérdezni, most gondolom bemész hozzájuk az öltözőbe, mi az, ami elhangzik majd színpadra lépés előtt? Ezt mindenki ezt szokta mondani, hogy ne izguljatok, de ezt nem érdemes mondani, hanem azt, hogy mindenki adja magát, mindenki adja azt, ahol tart, és azt élvezze. Álljon fel a színpadra, és élvezze, hogy ott van, és hogy szereti őt a közönség, és ez egy öröm pillanat. A szünetben még néhány biztató szót kaptak a fiatal énekesek tanáruktól, hogy a fellépésen is minden tökéletesen sikerüljön. Köszönöm, hogy itt vannak ennyien, és megtisztelik a Kalász Művészeti Iskola magánénekes tanszakát. Ez egy, már biztos, aki volt itt ezeken a koncerteken, tudja, hogy a magánének tanszak ilyenkor a tananyagon kívül, persze, és ez megengedett. Hervészti Huracs Mónikának köszönjük, hogy megengedi, hogy könnyű zenét és műzikelt is tanulhatunk. És most ezeket a dalokat most megmutatjuk egy műzikel és egy könnyű zenei koncert keretén belül. Már látom itt egy-két kézben, hogy már a műsort kezükbe vették, nem fogok konferálni a dalok között, ott tudják követni, hogy éppen mi hangzik el és ki énekli. Viszont elmondanám név szerint, hogy kik énekelnek ma. Bogdán Viktória, Gáfor Délia, Pálvölgyi Dóri, Pásztor Adrien, Pásztor Virág, Polonkai Renáta, Szűcs Eperke, Stankó Júlia, Vikár Maja, Vikár Míra, Mészáros Imre, és van két vendég művészünk, Takács Réka és Varka Boglárka. Őket fogjuk ma hallani, és lesz egy zongora kíséretes mű, őt a kolléganőm Gonda Katalin, fantasztikus zongora művésznő, és nálunk korrepetítőr, ő fogja őket kísérni. Valamint szeretném, hogyha a mobiltelefonokat lehalkítanák, vagy kikapcsolnák,
hogy ne zavarja ezt a nagyon szép műsort. Nagyon nagy szeretettel készültünk ma is, mint mindig, és nagyon élvezzük ezt a műsort, mert nagyon gyönyörű dolog fognak elhangozni, és remélem, hogy ez önöknek is fog tetszeni, fogadják őket sok szeretettel. Egyedülálló zenei élményben lehetett része azoknak, akik előző héten csütörtökön este a Kálvária dombra látogattak. A több mint 40 éve alakult, autentikus, magyar népzenét játszó muzsikás együttes Magyarország egyik zenei nagyköveteként elhozta dalait Budakalászra. Megtelt nézőkkel a Kálvária domb múlt csütörtökön az Örömzene sorozat záró rendezvényén. Először tartottak fesztivál jellegű rendezvényt a szakrális területen, ahol a népzene kapta a főszerepet. 10 éve kapott városi rangot a település, ebből az alkalomból több rendezvényt is szervez a város, a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárral közösen. Az idei Örömzene sorozatot Petrás Mária népdalénekes és a muzsikás együttes koncertje zárta. A Jóisten is kegyes volt hozzánk, mert egy darab felhő nincs az égen. Ugye amikor a Kálvária dombon 6 évvel ezelőtt megtaláltuk a templomot, rendeztük a környezetét, már akkor úgy lett kialakítva a park, hogy itt végül is nem csak istentiszteletet, misét lehet tartani, az már volt többször. De ilyen egyéb közösségi rendezvény, jó egy-két esküvőt leszámítva nem nagyon. Tehát ilyen önkormányzati rendezvénynek ez lesz az első, és meg kell, hogy mondjam, borzasztóan izgulok, hogy jól sikerüljön. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy látom, hogy hosszú tömött sorokba jönnek az emberek, és ilyen sokan úgy gondolták, hogy ezt a szép nyári csütörtök estét ennek a nagyon szép koncertnek áldozzák. A zenekar kiválasztásában a Faluház volt segítségünkre, mindenképpen olyan műsort szerettünk volna ide első alkalomra is, ami méltó ehhez
a helyhez, méltó Budakalászhoz és a 10 éves városhoz. Most ez az első ilyen alkalom, ez tulajdonképpen egy próba. Nagyon kíváncsi voltam én is arra, hogy na hát mégis hányan fognak eljönni, mennyire érdekli az embereket egy ilyen rendezvény itt a Kálváriadomban. Most kivételesen az idei évben az augusztus 20-a ünnepséget is itt fogjuk rendezni, ugyanis a Szent István szobor mellett építkezés folyik, ugye a Szent István telepi templom mellett épül az új közösségi ház, és emiatt ott hát az építkezés miatt nem alkalmas a városi rendezvény megtartására, úgyhogy augusztus 20-án is itt találkozunk újra, hát remélem, hogy akkor is ilyen szép számmal eljönnek, mert az augusztus 20-ai műsor is mindig szép és tartalmas szokott lenni. Különleges helyszínen nem mindennapi művészek előadása. Ennek lehettek szem- és fültanúi, a nézők, akik kilátogattak a Kálváriadombra. Igazán különleges koncert lesz a mai, ugyanis új helyszínen is debütál ez a koncertsorozat, illetve a népzeneit fogjuk egy kicsit megcsillogtatni ebben a koncertsorozatban, és a muzsikás együttes Petrás Máriával kiegészülve látogat el hozzánk Budakalászra, és egy órás koncert keretén belül megajándékozza a budakalásziakat. Mit szóltak hozzá, amikor megtudták, hogy milyen helyszínen fognak majd zenélni és énekelni? Hát igazából nem nagyon tudták elképzelni, hogy ez egy ilyen csodálatos helyszín, és amikor megérkeztek, akkor így tátva maradt a szájuk, és mondták, tényleg mindegyik zenész mondta, hogy ez egy fantasztikus, gyönyörű hely, és hogy nagyon-nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budakalászon. A város idén ünnepli a 10 éves jubileumát, és a nyári időszakot tekintve arra gondoltunk, hogy ha már jó idő van, akkor egy szabadtéri rendezvény is nagyon jó lenne, és hát erre tényleg a Kálvária azért egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Ugye most ez az első alkalom, hogy a Kálvárián ilyen rangú esemény zajlik, úgyhogy reméljük, hogy ez egy nagy siker lesz. Számos népi hangszer megszólalt az esten, elsőként a citerát hallhatták a nézők, amit Dömény Krisztián szólaltatott meg. A dalokat Sasvári Borbála népdalénekes tolmácsolta a közönségnek. Nagyon nagy öröm volt, hogy a muzsikás együttes előtt és a muzsikás együttessel léphetünk színpadra, hiszen nagyon nagy megtiszteltetés, amikor az ember hát legendákkal játszhat együtt, hiszen ez gyakorlatilag az ember egész pályáját végigkíséri, hogy vannak olyan emberek, olyan zenészek, olyan tanárok, akik motiválják, és akikben nagy példaképet lát. Úgyhogy igazából ez volt így az első, amit így rögtön hát így átéltem az egészben, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés lesz itt muzsikálni. Mert most, ahogy ide feljöttünk, és így végignéztem, hogy micsoda panoráma van itt, és most éppen megy le a nap, hát nyilván egy koncertteremmel szinte összehasonlíthatatlan ennek a helynek így az atmoszférája, úgyhogy szerintem ez majd a zenében is meg fog érződni, hogy mi jön át ebből. Sasvári Borbála népi énekest hoztam magammal, és ő fog énekelni, én citerázok, és autentikus magyar népzenét fogunk már játszani, moldvai és szatmári népzenét. Moldvában a citera nem jellemző hangszer, de túl jó zene a moldvai, és ezért mi is el akarjuk játszani citerásként. Szatmárban viszont abszolút jelen volt, úgyhogy ott könnyebb dolgunk volt, hiszen a moldvaiban más hangszerekről kellett átültetnünk a dallamokat, úgyhogy Bori pedig mindenben otthonosan mozog, úgyhogy így jó lesz. Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki párjával jár. Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki párjával jár. Én is járnék, nem engedik, így az idő rosszul telik. Én is járnék, nem engedik, így az idő rosszul telik. Ja Istenem, add nekem, mert igazán szeretem. Ja Istenem, add nekem, mert igazán szeretem. Ha nekem nem adhatod, ja Istenem, meghalok. Ha nekem nem adhatod, ja Istenem, meghalok. Ha nekem nem adhatod, ja Istenem, meghalok. Ha nekem nem adhatod, ja Istenem, meghalok.
46 éve állnak színpadon, számos díjjal ismerték el munkájukat, megkapták a Kossuth és a Liszt Ferenc díjat. 2008-ban az együttes a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerésének, a World Music Expo Womax díjának kitüntetettje volt. A díjat 2008. november 2-án ünnepi hangverseny keretében vették át Sevillában. Egyaránt fellépnek folk, népzenei és világzenei eseményeken, de nem idegen tőlük az alternatív zene, a kelta népzene vagy a zsidó zene sem. Fontos küldetésük a magyar népzene éltetése, több rendhagyó énekórát tartanak országszerte általános iskolákban, ahol a gyerekek közelebbről is megismerhetik a népzenét, a népi hangszereket. Hegedű, brácsa, hosszú furúja, nagy bőgő, ezeken a hangszereken keresztül hallhatta a közönség a moldvai és más vidékekről származó népdalokat Budakalászon. A muzsikásnak nagy öröm, hogy ide jöhetett. Most, hogy életemben először vagyok itt fönn Budakalászon a Kálvária dombon. Hát egy csodálatos hely, A templomnak, ugye a templomnak az alaprajzát látjuk, hihetetlen kisugárzása van. És abban az időben még ügyeltek a keletelésre, tehát ahogy a szentély közepe pont a másik végével egy egyenes, úgy az akkor volt, pontosan akkor sütött be a nap innen-oda, azon a napon, amire szentelték föl ezt a templomot. Hát most ugye amarra van a naplemente, tehát ez valamikor tavaszi, nem tudom, Szent György, vagy valami ilyesmi, tehát kíváncsi vagyok, hogy mi a neve. Szóval ilyen gyönyörű helyre öröm eljönni, muzsikással boldogan jöttünk erre a fesztiválra, biztos, hogy nagy jövője lesz ennek a fesztiválnak, mert ilyen kezdéssel és ilyen időjárással, és ez csak csoda lehet. Magyar népdalokat játszunk, hangszeres zenét, nagyon sok tánczenét játszunk, tehát hangszeres, benne erdélyeket, de dunántúliakat is. Nagyon érdekes az, hogy vannak olyan dallamaink, amelyek több ezer éve kísérik a magyarságot. Ritkán gondolunk rá, hogy ugye azt tudjuk, hogy a nyelvünk az régi, de hogy vannak olyan dallamaink is. Úgyhogy lehet, hogy ilyet még énekelünk is a közönséggel. Ahhoz, hogy az ember előre láthasson, hogy valamit érezzen és érthessen abból, hogy mi történik körülötte, ahhoz kell a múltat tudni. A múlt abból, mint a fának a gyökere. Valahonnan szívja a tápanyagot, valahonnan az ered, valahonnan kapja az erejét. Természetesen nagyon sokfelé ágazhat, és nagyon sokféle lehet az a fa, attól függően, hogy milyen az a talaj, meg milyen az időjárás. De a múltunkat kell ismerni. Kell a szavaink. Hát a szavaink nagy része az valamelyik korszakunkban, nagyon sok szavunk az nem ős régi magyar szó, hanem mindenhonnan jött. Ez is a történelmünknek a bonyolultságát, a menetét adja. És nagyon szép, ahogy egy-egy szó utal valami régi dologra, ami átível máig. Ugyanígy a dallamaink. Dallamainkban magunkra ismerünk nagyon sokszor. Nagyon érdekes, hogy például pont ezek a dallamaink, amik 2000 évre teszi a tudományokat, ezeknek egy csoportja, az csak ott van meg, ahol magyarok élnek, illetve magyarul beszélnek az emberek, és ahol nem beszélnek, ott nincs meg. Ennek egy szép példája ez a felszállott a páva, vármegye házára, sok szegény legénynek szabadulására. Nem véletlenül Adit és Kodát is meglette. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a 21. században a magyar népzenét eljutatni a magyar emberekhez? Ez nagyon érdekes dolog nekünk. Van egy programunk kifejezetten iskoláknak, rendhagyó énekóra MOL-ban a támogató miatt. Szóval, hogy egy ilyen programunk, ingyenes programunk, elmegyünk, ahova hívnak, a muzsikás honlapján, hogyha regisztrálnak, akkor én ezt összegyűjtöm, és amikor eljön az ideje, akkor megyünk oda. Ott tartunk egy órát, becsöngetésről kicsöngetésig, arról, hogy milyen múltja van, milyen a népdalaink, a népi zenénk, hangszeres zenénk, hogy épül föl. Ez valójában egy élvezetes előadás, a gyerekek szórakoznak, ott van az egész iskola együtt, akár a tornateremben, és egy 20 perc múlva együtt éneklünk. Általában nem hiszik el előtte a tanárok, hogy ez lehetséges, lehetséges. Persze, hogy mondjam, nagy rutinunk van, hát a muzsikással bejártuk a világot. Nagyon-nagyon sok koncertet adtunk nagy színpadokon, mindenfelé, meg kis színpadokon, meg lakodalomban muzsikáltunk, meg szóval tényleg börtönben muzsikáltunk, szóval ezerféle helyen. Nagy rutinunk van. Tehát tudjuk kezelni a sok-sok gyereket együtt, és ez fontos, hogy kapjanak élményt. A tanárok küszködnek,
az éven keresztül egy-egy órát kapnak egy héten, nagyon-nagyon nehéz úgy tanítani. Mégis hősiesen vállalják ezt a munkát, és elérik, amit csak elérhető. Na most ebben mi egy picit tudunk talán, reményeink szerint tudunk segíteni, hogy egy élményt adó órát nyújtunk nekik. Persze, ha ők nem dolgoznának, nem csinálnak ezt, mi hiába mennék. Tehát én azt képzelem, hogy az iskola, az előadó művészet, és hát valószínűleg a család, egyháza, különböző közösségek tehetnek azért, hogy a múltunkat jobban ismerjük, és azokat az értékeket, amikből a modern művészet táplálkozik, például a népzenénk, azt megismerjük. Mit kívánna az embereknek, hogyan hallgassák a magyar népzenét? Én azt gondolom, hogy ha az ember kinyitja a lelkét, akkor a jó muzsika az eljut oda. Tehát azt kell megértenünk, hogy a jó muzsika az mindig az embertől a másik emberig megy. Amit esetleg egy zeneszerző vagy egy zenész közvetít, de végül is miértünk hallgatókért van, és hogyha kinyitjuk a lelkünket, akkor pont arra a dologra, ami a lelkünket foglalkoztatja, a bánat, az öröm, a szerelem akár, szeretet, elvárás, bármi, ezek megérintenek, és akkor megtaláljuk azt, hogy igen, hozzám szól. A művészet az ilyen, nem kell túlmagyarázni, nézni kell a képeket, olvasni a verseket és a regényeket és a novellákat, nézni a szobrokat, akár a tájat is, ami nem emberi, de amit belelátunk azad, és hallgatni a szép muzsikát. Magyar népzene egyik kiválósága, a Prima Primissima és Magyar Örökségdíjjal kitüntetett népdalénekes Petrás Mária hangja is felcsendült a város rendezvényén, a Kálvária dombon. Én nagyon örvendtem, én Budakalászt nagyon szeretem, amennyire ismerem a művelődési házát, vagy a faluházat, nagyon szeretem, és mindig itt haladunk el, nekem nagyon, nagyon kedves ez a hely. Bár tudom, hogy csak most érkezett, de itt ha körbenézek, akkor nagyon nagy öröm számomra legalábbis az, hogy ennyi embert összehozott már most a népzene. Hát én ennek nagyon örvendek, és ezt tapasztalom egész országban, egész Kárpát-medencében, de egész világon. Komoly zenei fesztiválokra is meg szokták hívni a magyar népzenét. Ma milyen dalokat hallhatunk öntől? Lesz egy csokor, ami moldvai, és lehet, hogy lesz balada is.
sokszor így közben szokott alakulni, ahogy hamar Dani úgy ér, ahogy érzi, úgy szokott. Nem egy ilyen pontos, precíz műsor szokott lenni, hanem néha szokott alakulni közben. Egy koncert az egész Kárpát-medence népzenéről szól, és akkor egy rész, vagy egy táj ki van emelve. Ez egy munkanapi ing, ez a régen ilyent hordoztak munkanap, és vasárnap, vagy ünnepnap egy nagyon díszeset. Ha fiatal valaki, ha idősebb, akkor is díszes, csak a színek visszafogadtak szoktak ott lenni. Sötétvörösek feketével, és aztán ha valaki nagyon idős, akkor már csak fehér-fekete. A 20. század két meghatározó zenésze, Kodály Zoltán és Bartók Béla neve az egész világon ismert. Azt már kevesebben tudják, hogy mennyire a magyar népzenén alapul az ő életművük. Fiatalon találkoztak a magyar népzenével, amit a falu őrzött meg, városban ilyet nem lehetett hallani. És elindultak gyűjtőútra, az egyikük észak-nyugatról, másikuk délkeletről, hogy majd azt a pár ezer dallamot, amit találnak, azokat majd egyesítik, de hát nem pár ezeren, pár tízezret találtak, és ez csak az első lépés volt. Hiszen az őket követő folkloristák, zenészek, etnográfusok folytatták a gyűjtőmunkát, és a világ legnagyobb gyűjteménye jött létre, Magyar Tudományos Akadémián több mint 200 ezer dallam van összegyűjtve. Sehol a világon ilyen nemzeti kincs nem létezik, mint nálunk. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez az este túl rövid ahhoz, hogy mind a 200 ezeret eljátsszuk. De egy nagyon komoly dologgal folytatjuk. Bartók is, Kodály is le volt nyűgözve a falusi egyszerű asszonyok, emberek énekétől. Az a tiszta hang, az a díszítési mód, ahogy ők énekeltek, az az őszinteség, ahogy ezek a dalok az övék voltak, ezek olyannyira elvarázsolták ezt a két városi zenészt, hogy többször leírták, hogy számukra egy-egy ilyen ének, egy-egy ilyen, abban az előadásmódban, ahogy azt ők a falu hallották, a világ legnagyobb, legkomolyabb zeneművel egyenértékű zenei élményt ad. Azt is írták, hogy nem hiszik, hogy valaha tanult énekes meg tudja ezt a fajta éneklést így tanulni, mint ahogy ezek a falusiak énekeltek. Szerencsénk van itt most, mert van egy olyan vendégünk, egy olyan asszony, aki kisleány korában ott abban a faluban, ahol nevelkedett, ott tanulta ezeket, Moldvában. Csángó földön, ahol talán a leggazdagabb az ének hagyomány. A csángók mélyen hívő, istenfélő emberek. Imádsággal kezdik, imádsággal fejezik be a napot, sokszor énekes imákkal. Ilyet fogunk most hallani, hölgyeim és uraim, fogadjuk szeretettel Petrás Máriát. Mivel egy ilyen csodálatos helyen vagyunk, azt gondoltam, hogy egy imacsakrat fogok énekelni, és ezt a imacsakrat inkább részletek imákból egy sziszegős imával fogom kezdeni. Csángóföldön megmaradott ez a sziszegős nyelv egy pár faluba a mai napig. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha Istenemet mondom, akkor Istenem. Ez egy nagyon-nagyon régi nyelvjárás. A tudósok azt mondják, hogy a tihani alapító levélben lévő magyar szavaknál is sokkal-sokkal régebbi ez a nyelvjárás, fogadják szeretettel. Latin Gregorián is lesz benne, ahol fejezem. Jen Uram, jen Istenem, mikor ingem teremtél,
véredvel szenteltél, szent véredvel megváltottál. Fogodj hozzád, Úristenem, fogodj hozzád, Úristenem. Adj három angyalt a fejemhez, adj három angyalt a testemhez. Egy gyűrizen, egy aliszon, egyel vigye a lelkemet, Krisztus Urunknak e markából. Megzsendítik-e harangokat, kigyűlnek-e az angyalok? Kimegyek-e Kalvári hegyre, látom a te viszeket? Kivirágodzva, kileveledzve, szent misze felvirágodzva. Beléje ül Szűz Mária, beléje ül Szűz Mária. Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk. Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus, hallgass meg minket. Uram, irgalmaz nekünk. Szentséges Szűz Mária, Krisztusnak szent anyja, szent szüzek, magyarok királynéja, könyörög érettük. Ó, Szent István, dicsértessék, menj és földön tiszteltessék, de főképpen nálunk ma, mint magyarok istapja. Boldogságos Szűz anyánknak, mint magyarok asszonyának, feláldoztat hazánkat, szenteltet koronánkat. Kérünk mind a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézd mennyből le a szép magyar népedre. I'm
sötétbe maradok. Nappali fény élre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Versünk számot, hát édes Istenem, hadd lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezessel lép az enyhítők útra, s úgy bocsáss el minket e nagy útra. Isten áldja kenteket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt emlékeztünk vissza az idei budakalászi kulturális eseményekre. Jövőre a megszokott időben, péntekenként az esti híradó után várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, boldog új évet kívánunk!